Önök a Fölvár Televízió január 3-ai adását látják. Jó estét kívánok! Az idei év első Fölvár mozaikja a következő témákkal foglalkozik. Dunaföldvár polgármestere szerint az óesztendő legfontosabb eredménye a gyermekekről szól. A volt rendőrségi épületet átalakítottuk, és iskolát alakítottunk ki. És ez nagyon fontos. A jövőbe vetett hitünket alapítottuk meg ezzel, és azt gondolom, hogy ezzel, ehhez tartozik az is, hogy a Jókai utcai óvodának is a tetőszerkezetét kijavítottuk, és egy régi álmunkat valósítottuk meg, hogy ezt a lapos tetőt, ezt át tudtuk alakítani. Rövid közvéleménykutatásunk szerint mindenki jobb jövőben reménykedik. És mit lehet remélni a következő évtől? Hát legalább ugyanezt. Ez az év is egy komoly év lesz, úgy látom. Nagyon sok mindenki, nagyon sok várakozással indul el a környezetünkbe. Mi azt várjuk tőle, hogy legalább ilyen jó lesz, hanem jobb. Mi úgy készülünk nyilván mindig, hogy jobb évünk lesz. A Diák Önkormányzat szervezett karácsonyi teaházat a Magyar László gimnáziumban. Ezt a téli délutánt régebben a színjátszó szakkör szervezte, akkoriban még a színjátszó adott hozzá műsort, most már a Diák Önkormányzat szervezi, és így minden osztály minimum egy 5 perces produkcióval készül erre a téli délutánra, vagy akár 2-3 produkcióval is. Egy magyar családi vállalkozás sikere az Írcsi Kozmetikum, melyet 45 országba szállítanak. Tudnék, arról van szó, hogy 58-ban elkezdte a kozmetikusi pályafutását, és hát a kor akkori hiányosságai miatt, hiszen az 50-es, 60-es, még a 70-es évek vége fele is, egyszerűen nem voltak olyan krémek, pakolások, amivel korrektül szép eredményet tudtak volna dolgozni a kozmetikusok, és ő maga elkezdte a magára valamit adó kozmetikusokkal együtt kevergetni a krémeket, pakolásokat otthon a konyhaasztalon, a gázszűrőn, a vízfürdőbe, és hát ezért volt az, hogy néha a gulyási leves helyett krém főtt a gázszűrőn. Az évzáron elbúcsúzott a csapattól Sziklenka László, a kajakkenu szakosztály mesteredzője. Próbálom segíteni továbbra is, mert akinek átadtam a stafétabotot, azt az edzőt, és tulajdonképpen én neveltem, mint edző. Ő, mikor ide jöttem, 11 évvel ezelőtt hozta a fiát, és egész jó kedves lett belőle, és ott ő megszerette a Györkös Anyit tulajdonképpen, ezt a sportágat, és örülök neki, hogy most neki át tudom adni. A következő percekben Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere beszél az új év eredményeiről, illetve az új esztendő terveiről. Horváth Zsolttal beszélgetek, Dunaföldvár polgármesterével. A 2017-es esztendő első beszélgetését ejtjük meg. Város életében, városvezetői szemmel konkrétan meg kell nevezni a dolgokat. Akkor mielőtt Horváth Zsolt megszólal, a nézők is gondolkodjanak el, mit mondanának? Horváth Zsolt mit mond? Én azt gondolom, hogy amikor visszatekintünk 2016-ra, először is mindenki saját életét visszapörgeti, nem csak az egyénit, hanem a családját, vagy a munkahelyén, hogy mi történt, és nagyon reménykedem, hogy mindenki egy pozitív véleményt tudna alkotni arról, hogy a családjában mik történtek, gyarapodott-e, és jobb lett-e az élete. Ha ez egy pozitív előjelet fog kapni, akkor én azt gondolom, hogy mindenki megnyugodhat. Ehhez nagyon fontos az, hogy milyen környezetben élünk, hol dolgozunk, miket lehet csinálni, mit lehet innen Dunaföldvárról elérni, és mik azok a szolgáltatások, amelyeket Dunaföldvár nyújt a lakosai számára. Ha ez 2016-ban a családok azt mondják, hogy ez igen jó volt, ezt így kellett csinálni, és vannak még fejlesztési lehetőségek, akkor azt mondom, hogy a 2016 az egy jó és boldog esztendő volt. Természetesen én tudom, hogy amikor mérlegre teszünk valamit, az mindig azt mondom, hogy szubjektív, egy kicsit ugye az objektivitásunkat elvesztik, és inkább mondjuk azt, mert a magyar nép az igazából pesszimista, hogy nem történt itt semmi, nem is élek jól, csak nem tudom, hogy ezeket a gondolatokat végig lehet-e vinni. Én azt gondolom, mindenki üljön le, és gondolkozzon el egy kicsit, és ha pozitívan fogunk hozzáállni, nem csak ezekhez a dolgokhoz,
hanem családunkhoz, embertársainkhoz, a városunkhoz, akkor fogja meglátni, hogy milyen igazi változások voltak az elmúlt években, és milyen változások voltak 2016-ban. Természetesen, amikor egy 2016-ot értékelünk, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy az első és legfontosabb feladatát a város teljesítette. Összefogott egy közösséget, ezt úgy hívják, hogy Dunaföldvár lakosai, a legkisebbtől a legnagyobbig, és ehhez működtette az összes olyan intézmény rendszerét, amely ahhoz kellett, hogy a dunaföldváriak itt élni tudjanak. Az utakat karbantartottuk, működtettük bölcsödénket, óvodánkat, iskoláinkat működtettük, fenntartottunk egy helyi buszközlekedést tulajdonképpen, amit hát majdnem lehet mondani, hogy helyi közlekedés, de hát egy kicsit anomália ez, de hát ezt tudjuk most jelen pillanatban nyújtani. És biztosítottunk mindazon egészségügyi ellátási lehetőségeket, amelyeket alapszolgáltatásként Dunaföldvárnak biztosítani kell. És ha ebbe belegondolnak az emberek, ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog az, hogy milyen szolgáltatásokat lehet itt Dunaföldváron elérni. Én azt gondolom, hogy az egészségügy mellett a kultúrával is foglalkoztunk. Azért a könyvtárnál új technikai berendezéseket szereztünk be, légkondicionáló berendezést építettünk, átépítettük a vizes blokkot a művelődési háznál, és megpróbáltuk a művelődési háznak is a szolgáltatásait egy kicsit emelni ahhoz, hogyha szórakozni szeretnének a dunaföldváriak, akkor azt kultúrát dolgokban csinálják. Amikor tovább megyünk és azt mondjuk, hogy mit tettünk még magunkért, akkor egy nagyon fontos lépést tettünk a jövőnek. Ez nem más, mint a volt rendőrségi épületet átalakítottuk, és iskolát alakítottunk ki. És ez nagyon fontos. A jövőbe vetett hitünket alapítottuk meg ezzel, és azt gondolom, hogy ehhez tartozik az is, hogy a Jókai utcai óvodának is a tetőszerkezetét kijavítottuk, és egy régi álmunkat valósítottuk meg, hogy ezt a lapos tetőt ezt át tudtuk alakítani. Nagyon fontos az, hogy a fiatalságba a jövőnket próbáljuk megépíteni, és minden olyan beruházásaink vagy fejlesztéseink azok mindig kapcsolódjanak ahhoz, hogy élhető legyen Dunaföldvár. És ez egy nagyon fontos eredmény volt 2016-ban. Építettünk egy játszóteret, ugyanehhez kapcsolódóan a fiatalokra gondolva a Hunyadi Park területén, és azt gondolom, ott is régi álmuk valósult meg a lakóknak. Ők egy picit úgy érzem sokszor, hogy elszigetelve vannak a várostól, a városnak a vérkeringésébe. Ők nehezebben tudnak bekapcsolódni az miatt, ugye, hogy a Dunaföldvárnak a város peremén, ugye a Kendergyári rész és az a volt orosz laktanyai rész egy kicsit perem kerületeknek mondható, de én azt gondolom, hogy próbáljuk őket bevonni abba a vérkeringésbe, amit lehet. Erre szolgál ugye a buszközlekedésünk is, erre szolgál most ez a játszótér építés is, és én azt gondolom, hogy az ottani emberek azért elérik azokat a szolgáltatásokat, mi pedig mi is elérjük ezeket az embereket. Másik nagyon fontos feladat volt 2016-ban, hogy Európai Uniós pályázatainkat készítettük elő. Ebből 3 darabot készítettünk elő. Az egyik egy turisztikai fejlesztés volt, amely az egész Dunapartnak a fejlesztésével foglalkozik. Megcsináltuk hozzá a terveket, be is adtuk a pályázatunkat, ez egy 400 millió forintos pályázat. Nem bírálták még el, nem tudjuk, hogy hol tart. A következő pályázatunk az a piactérnek és a közelkörzetének a felújítására szolgálna. Ez is egy 1-es-2-es ütemben szintén egy 400 millió forintos felújítás tartana magával, illetve van egy napelem parkos beadott pályázatunk, amelyben 174 kW napelemet szeretnénk telepíteni. Ez is be van adva, nem kaptunk még hivatalos jelentést erről. Saját erőből elkészítettük a teljes béketéri rekonstrukciót, kiviteli tervek és engedélyes tervek állnak már rendelkezésünkre, ehhez folyamatosan a forráskutatásokat hajtjuk végre. Tulajdonképpen nagy projektjeinkben ezek voltak benne 2016-ban, és ebből már át is tudnék térni 2017-re, mert ugye sajnos egy projektet nem lehet lezárni abban, hogy volt 2016. december 31-e, és 2017-ben pedig már újjal kezdünk el foglalkozni. Ezek a projekteket 2017-re át kell, hogy
szépen vigyük, és ezekkel kell majd dolgozni. És van egy olyan tervünk is, hogy a kinti attól függetlenül, hogy január 1-től ugye már a Klik üzemelteti a iskoláinkat, a külvégi iskolát, a külvégi óvodával együtt egy komplex energetikai pályázattal fel szeretnénk 2017-ben újítani. Ugye ez kapcsolódik ahhoz, hogy élhetővé tudjuk tenni városunkat, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy kevesebbe kerüljön a városnak az üzemeltetése, hisz ez a kettő azért összefügg. A napelemépítés, amelyel elektromos energiát zöld mezőn előállítunk, és ezeket pedig hasznosítjuk majd itt tulajdonképpen ezeknél az épületeknél, de sokkal kevesebbet fogunk felhasználni. És ugye az előző három pályázat, amiről beszéltünk, az ugye mindenféleképpen tovább fog menni 2017-ben. Ha belegondolnak az emberek 17-ben, ez maga ez a három pályázat durván 1 milliárd forintos fejlesztést eredményezne egy Dunaföldváron, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ezek mennének. 17-ben szeretnénk felújítani a Mészáros utcát, amelyre nagyon ráférne már az aszfalt, illetve a járda felújítást. Szeretnénk tovább folytatni, ugye megálmodtuk a járda felújítási programot, erre egy 46 millió forintot szeretnénk költeni, egy pályázat segítségével, jövőnk energiáját hívjuk segítségül, itt egy 30 millió forintos pályázattal indulnánk. Van még két adósságunk, játszótér építésre a Buzavirág utca, illetve a vasútállomásnál a két játszótér, mind a kettőnek a terve megvan. Úgy néz ki, hogy a Buzavirág utcának annak a bioetanol segítségével a forrása is megvan, és az egy közös Dunaföldvár és bioetanol beruházásként meg fog épülni az idejében, de ki fogjuk szorítani majd azt, hogy a vasútnál is meglegyen a gyerekeknek az a játszási lehetőség, amely kellene. Nagyon fontos 2017-ben az, hogy ugye a régi állam ez a sportcsarnok. Ehhez 2016-ban kisajátítottuk a földterületet a Matrix mögött, ez is egy 24 millió forintos beruházásunk volt. Azért jó lenne, ha lenne még egy ilyen sportcsarnokunk is. Tehát látják a kedves nézők, hogy 2017 tevékenyen fog eljárni. Én következőt kérek, azon kívül, hogy mindenkinek sikereket, egészséget, erőt kívánok. Én azt szeretném kérni Dunaföldvár város lakóitól, a sosem ne felejtsék el, ez a város akkor lesz sikeres, ha mi együtt megyünk. Együtt fogunk dolgozni azért, hogy sikeresek legyünk, és az, hogyha mindenki elmondja, és azzal segíti a munkánkat, a képviselőtársaimon keresztül, hogy ő hogy látja, mikor lesz jobb, elérhetőbb, élhetőbb és szerethetőbb ez a város, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy 2017 évünk a siker lesz, és ehhez kívánok én békét, erőt és egészséget minden családnak. Az óév, új év kapcsán kérdezgettük Dunaföldvár utcáin a járókelőket. Elnézést, megkérdeznék, milyen volt az elmúlt esztendő a számodra? Nagyon jó, köszönöm szépen. Milyen téren jelentkezett ez a jóság? Na, minden téren, egészség, barátság, család. És mit lehet várni a következő évtől? Remélem csak jobbat. Megkérdezhetném, milyen volt az elmúlt esztendő az önök számára, a család számára? Változó. Volt jó is, rossz is benne? Volt jó is, meg rossz is, így van. És mit lehet várni a következő évtől? Mit lehet reménykedni? Hát reménykedni az mindig lehet, igazából. Jobb lesz, vagy? Hát nem tudom, remélem. Milyen lesz az anyagiság a jövő évben? Az ország, az emberek anyagi helyzete hogy alakul ön szerint? Hát szerintem jövőre még nem nagyon fog itt változni. Egy év alatt, nem igazán. Megkérdezem, milyen volt az elmúlt esztendő az önök számára? Hát elfogadható. Nagyon jó volt, panaszra szerintem nincs okunk. Anyagilag is, magánélet terén is? A magánéletben mindenképpen, tehát boldog család meg minden egyéb, ami ehhez tartozik. Szerintem anyagilag is elégedettek vagyunk. Mit lehet várni a következő évtől? Hát kapunk egy unokát, aminek nagyon örülünk, és hát az egészség szerintem az a legfontosabb. Milyen lesz a közhangulata következő évben ön szerint az országban, szűkebb lakhely környékén? Hát ezt szerintem igazából a politika nagyon befolyásolja majd, meglátjuk. Tehát én igazából jóslásokban nem bocsátkoznék, itt bármi lehet. Megkérdezhetnénk, milyen volt az esztendő a számotokra? Keserédes. Ez mit jelent? Voltak jobb és rosszabb pillanatok, most éppenséggel rosszabbikat élem.
mit lehet várni a jövő évtől? Hát ha nagyon gyorsan nem változik valami, akkor ugyanígy. A család, magánélet területén esetleg? Magánélet. Az ország közhangulata milyen lesz szerinted jövőre? Erre nem tudok válaszolni. Hát, hogyha nem változik semmi, akkor valószínűleg még rosszabb, mint most. De milyen volt az elmúlt esztendő az önök számára? Az idei? Ideire gondol. Igazából mi haladtunk előre, tehát nekünk jól telt az év. Idén költöztünk ide Földvárra. A terveket ugye valósítjuk folyamatosan megfelé. Úgyhogy köszönjük, jól telt. Gyerekeknek is? Persze, igen, nekik az oviváltás sikerült, a bölcsit még nem kezdtük el, de szoktatás folyamatban van, úgyhogy köszönöm szépen, minden jól alakult. És mit lehet várni a következő esztendőtől? A következő évben még szintén ugye vannak tervek, és lépéseket teszünk, ugye vannak ötletek, hogy miket, úgyhogy van feladat, amiket... És a megvalósítás mitől függ, milyen lesz a közhangulat az országban, az anyagi helyzet? Hát a mi tervünk megvalósítása igazából úgy gondolom, hogy mindenki magáért. Tehát az országban, hogy most milyen lesz a helyzet, az nem nagyon befolyásol minket abba, hogy most elérjük a célunkat, vagy nem. Kérdezik, milyen volt az elmúlt esztendő az ön számára? Hát nekem most nem annyira jól. Jó, mert betegségek voltak a családba. Azért voltak kellemes napok is, gondolom. Igen, a gyerekek hozták meg számomra az örömöt, meg a bizakodást, hogy ők adták a reményt. És anyagi téren hogy telt a múlt év? Varrónő vagyok, és nem igazán olyan a munkahelyem, hogy nagyon kevés jövedelemből élünk. És mit lehet remélni a következő évtől? Fogalmam sincs, tehát bízom, reménykedünk, és majd lesz valami. Megkérdezhetnénk, milyen volt az elmúlt esztendő az önök számára? Nagyon jó volt, elég mozgalmas volt, úgyhogy unokánk született, új családtagok érkeztek a családba, dolgoztunk, vállalkoztunk, tehát mozgalmas volt. És mit lehet remélni a következő évtől? Hát legalább ugyanezt. Ez az év is egy komoly év lesz, én úgy látom. Nagyon sok mindenki, nagyon sok várakozással indul el a környezetünkbe. Mi azt várjuk tőle, hogy legalább ilyen jó lesz, hanem jobb. Mi úgy készülünk nyilván mindig, hogy jobb évünk lesz. Milyen volt az idei esztendő a számodra? Tűrhető. Hát mit jelent ez a tűrhető? Hát volt jó is, volt rossz is. Mit lehet várni a következő évtől? Hát jót nem. Ettől a kormánytól jót nem. Valami remény csak van azért. Hát, szerintem nincs. Milyen volt a múlt esztendő a számodra, a számotokra? Hát, szerintem jó. Hál' Isten, a betegségből is kigyógyult a párom. Jól érzi magát. Jól vannak gyerekeink. Jól teltek az ünnepek. Úgyhogy jó. Mit lehet remélni az új évtől, a következő évtől? Hát, igazából... nem tudom. Nem tudok előre még így semmit mondani. Sok jót nem, úgy gondolom. Reménykedni azért lehet? Reménykedünk, igen. De azért ez a sok megszorítás, meg munkanélküliség, meg minden nem igazán hoz jót az embereknek. Azért látom, a sok gyerek éhezik, fáznak, hiába vannak ezek a gyűjtések, annyit nem lehet segíteni rajtuk. Úgyhogy nem tudom. Nem sok jót. Megkérdezi, milyen volt az elmúlt esztendő a számodra? Hát, megmondom őszintén, nem volt olyan rossz. Azt sem mondom, hogy jó volt, de nem is volt rossz. Melóztam, dolgozok, az a lényeg. Család, van két családom, úgyhogy jó volt talán, azt mondom, nem volt olyan rossz. És mit lehet várni a jövő évtől? A jövő évtől? Hát ez jó kérdés. Én azt mondom, hogy bizakodjunk, talán jobb lesz egy kicsivel. Most az, hogy nagyon rossz, de mit tudom, egy kicsit lehetne jobb is. Anyagilag esetleg javulhat az emberek helyzete? Hát nem tudom, bízok benne. Hát most itt azt mondja, van béremelés, igaz, nem sok, de hát azért bízunk benne, hogy azért csak csúran csöppen valami résztárcába, egy kis kevés. És milyen volt az elmúlt esztendő az ön számára? Hát nem mondhatnám, hogy jó volt, minél rosszabb. Évek óta itt tetszik árulni Dunaföldvárni szilveszterkor. Hogy alakul itt a vásárlás? Korábban többet vásároltak az emberek? Korábban többet. Most az idén az nagyon gyenge.
És mit lehet várni az új esztendőtől? Remélem jobbat. Minden évben ezt mondjuk, de nagyon reméljük, hogy jobbat. Milyen területen jelentkezhet ez a jobbság? Hát ezt így most így előre nem lehet megmondani, de remélem, hogy az országban mindenkinek jobb lesz. Köszönjük szépen, boldog új évet kívánok. Viszont kívánom én is. Régi hagyomány már a Magyar László gimnáziumban a karácsonyi teaház. A december közepe a gimnazista diákok számára is a szünetvárás időszaka, de természetesen nem feledkeznek el a fiatalok a karácsonyi ünnepről, a karácsony hangulatáról sem. Régi hagyomány, hogy a téli szünet előtti napokban te a délután karácsonyi, de a délután szervez a diák önkormányzat. Levente, milyennek a te délutánnak a célja, illetve mi a programja? Ennek a tehát délutának az elsődleges célja az, hogy ilyenkor tanárdiák kötetlenül tud beszélgetni. Nem egy tanórán vagyunk, ez egy kötetlen délután, amikor meg tudják találni a tanárok és a diákok egymás között a hangsúlyt, és hogy milyen emberek is valójában. Milyen programokból állt össze ez a délután? Ezt a téli délutánt régebben a színjátszó szakkör szervezte, akkoriban még a színjátszó adott hozzá műsort, most már a diák önkormányzat szervezi, és így minden osztály minimum egy 5 perces produkcióval készül erre a téli délutánra, vagy akár 2-3 produkcióval is. Itt hallottunk zongoraszámokat, vidám műsorokat, verseket. Mi a tematika, vagy meg volt kötve, teljesen kötetlen? Ez általában teljesen kötetlen szokott lenni, de azért érezni szokták az osztályok azt, hogy elsősorban karácsonyi hangulatú műsorokat várunk, tehát itt például zenés műsorok, amik teljesen karácsonyi hangulatban zajlanak. Milyen más programokkal kapcsolódik a diákság még a karácsonyi ünnepekhez? Minden évben szervezünk gyűjtéseket gyerekek számára, sokszor segítenek a csomagolásban is a diákok, és még minden harmadik advent az iskolái. Ez azt jelenti, hogy ekkor, ez is vasárnapon a gimnázium készül kisebb produkcióval lent a szökőkútnál. Osztályszinten is megtartják a fiatalok a karácsonyi Mikulás megemlékezést? Igen, mindig szoktak húzni egymás nevét, és ilyenkor akit kihúznak, annak azt meg szokták ajándékozni. Ez már egy nagyon régi hagyomány ebben az iskolában, és szerintem ez egy nagyon jó hagyomány. A diák önkormányzat megírtett idén is teremdíszítő versenyt, ami arról szól, hogy, hogy minden osztály feldíszíti a saját termét, és három zsűri tag körbe megy az osztályokba, és ezeket pontozzák. Idén a 9. A lett a legeredményesebb, sokunk szerint övék lett a legszebb osztály, ami fel lett díszítve idén. A második helyezett a 8. A lett, a harmadik helyezett pedig a 10. B. Milyen szempontok alapján minősített a zsűri? A zsűri elsősorban azt nézte, hogy mennyire karácsonyi hangulatú az az osztályterem, másodlag pedig azt is nézték, hogy ezek a díszítések nem zavarják a tanórát esetleg. Itt gondolok olyanra, hogy a tábla felé fényeket ne helyezzünk ki, mivel azok erősen zavarhatják a tanóra menetét. Tudjuk, hogy a karácsonyi szünet elsődlegesen a pihenésről szól, kikapcsolódásról, családi programokról, de neked, mint végzős diáknak, azt hiszem más feladatod is van, még hiszen tudjuk azt, hogy ebben az évben látod el utoljára a diák elnöki feladatokat. Így van. Megmondom őszintén, hiányozni fog ezeknél a programnak a szervezése, a diákokkal tartott mélyebb kapcsolat, ezáltal, hogy én diákelnök vagyok, és így persze, mint végzős vagyok, így a szünetem az egy ötletből bőrde lesz, hogy hova is tovább. Természetes Hungarikum címmel tartottak előadást a Népszerű Tudomány előadás sorozat keretében. Természetes Hungarikum Ilcsi Szépítő Füvei címmel tart előadást a tulajdonos Molnár Ferenc. Először is szeretném Önt megkérni, hogy egy picit beszéljen a cégnek a történetéről. Mi röviden úgy foglaltuk ezt itt össze a kollégákkal, hogy a családi konyhától Dubaig mit tartalmaz ez az állítás? Hát igen, egy picit
Rögtön egy friss hírrel szolgálok, hogy a Forbes magazinnak a decemberi számában van egy nagy riport velem, és ott is az a címe neki, hogy anya néha a gulyás helyett krémet főzött. Tudnék, arról van szó, hogy 58-ban elkezdte a kozmetikusi pályafutását, és hát a kor akkori hiányosságai miatt, hiszen az 50-es, 60-es, még a 70-es évek vége fele is, egyszerűen nem voltak olyan krémek pakolások, amivel korrektul szép eredménnyel tudtak volna dolgozni a kozmetikusok, és ő maga elkezdte a magára valamit adó kozmetikusokkal együtt kevergetni a krémeket, pakolásokat otthon a konyhaasztalon, a gázszűrőn, a vízfürdőbe, és hát ezért volt az, hogy néha a gulyás leves helyett krém főtt a gázszűrőn. A Hungarikum rangot jelent. Hogyan lesz egy termékből Hungarikum? Én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon büszke vagyok azért is, mert nem pusztán, és ebben nem kisebbíteni akarom az édesanyám érdemét, hiszen az ő fantasztikus tudása és találékonysága leledzik ebben, de ugyanakkor hazánknak, Magyarországnak mindenféle természeti értékei, illetve az az évezredes gyógynövény kultúra, ami a magyarságban megtalálható, ennek az ötvözetéből jött szerintem létre, és ennek kapcsán talált minket a bizottság arra érdemesnek, hogy a jelenleg 60 Hungarikumból az egyik az Ilcsi maga. Magyarországon kívül mely területeken, mely régiókban vannak még jelen? Tulajdonképpen minden kontinensen jelen vagyunk, még Afrikában is, de ott csak egyéni vásárlóink vannak, de egyébként a Közel-Keleten, Távol-Keleten, a tengeren túlon, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Tajvanon, vagy éppen Finnországban, tehát 45 országban vagyunk egyébként jelen a világban. Melyek a legnépszerűbbek, ha egyáltalán lehet ilyet mondani? 150 féle termékünk van. Egyébként annak idején, amikor elindultunk, akkor 28 termékkel indultunk el, és aztán ez bővült ugye a folyamatos fejlesztések kapcsán. Hát rengeteg van, például elmondok egy nagyon érdekes dolgot, például ott van az esemény előtti pakolás, ami nem más, mint egy magyar csípős cseresznye paprikával megtűzdelt pakolás, aminek rendkívül erős keringésfokozó hatása van. És akkor, amikor annak idején az édesanyám kitalálta, akkor még nem volt semmilyen neve, csak hát használták. És nagyon sok fotomodell, színésznő vendége volt, és hát őket is kérdezgette, hogy hát valami nevet kéne adni neki. És akkor mondták neki, hogy de hát Ilcsike, ezt mi mindig akkor is föl szoktuk tenni, hogyha egy színházi szereplés van, vagy egy fotózás van, tehát valamilyen esemény van, de lehet az akár csak egy randevú is. És akkor elkezdett agyalni anyám, hogy hát ha van egy esemény, és hát ugye pláne abban az időszakban, hogyha mondjuk egy fiatal pár találkozott, és hát az esemény odáig fajult, hogy a fogamzásgátlásra is kellett gondolni, csak akkor már létezett a Postinor, az esemény utáni tabletta, és hogyha van egy esemény, és van egy esemény utáni tabletta, akkor kell egy esemény előtti pakolás is, hogy legyen, és akkor így kerek a történet. Én tudok még egy nagyon népszerű termékről is, illetve hát nyilván minden termékük népszerű, amit említette, hogy színésznők, sztárok használnak. Én Jackie Chanre gondolok, önnek mi ugrik be? A következő helyzet, Hongkongba körülbelül 18 éve szállítunk. És a Maggie, az üzletasszony, aki a kereskedelmet bonyolítja, az ő édesapja és a Jackie Chan-nek az édesapja nagyon jó barátok. És körülbelül 10 évvel ezelőtt egy ilyen társasági összejövetelen beszélgetette a Jackie Chan-nel, aki sokat panaszkodott arra, hogy a sok tévéforgatás, filmfelvétel közepette, ugye rengeteget sminkelték, nagyon sokat mosdott, tisztálkodott, hiszen ő dublőr nélkül dolgozik, tehát ő minden egyes ilyen izgalmas jelenetnél mindig csupa csatak volt, megizzadt, és állandóan mosakodnia kellett, fürödnie, és teljesen tropára ment a bőre neki. És akkor egy olyan kb. 10 évvel ezelőtt mondta neki a Maggie, hogy azt mondja, figyelj, de van itt Magyarországról az Ilcsének egy fekete szappan nevű speciális gyulladás csökkentő, nyugtató és tisztító hatású egyéni főzött szappanja, próbáld ezt ki. Kipróbálta, és azóta csak ebben tisztálkodik. Azért én bánatosan veszem tudomásul, hogy hagyományos kereskedelmi forgalomban nem kaphatók az Ilcsi termékek. Mi ennek az oka? Hát nincs egyedül ebben, nagyon sok kritikát kapunk ezért. Annyit azért megszellőztetek a kedves nézőknek, hogy jövő tavasszal készülünk kilépni egy webshopra, de csak egy nagyon szűkített kerettel. Tudnék, ez a 150 féle termék, ennek a nagy része valóban professzionális anyag. Tehát ehhez kell a kozmetikusoknak a diagnosztizálása, a kezelési útmutatója, tehát ezért nem eresztjük ki a szellemet a palacból, és nem lépünk ki nyakló nélkül a
kiskereskedelmi piacra, viszont vannak általánosabb készítményeink, egy arctej, tonik, testápoló, hasonlók, ezekkel ki fogunk lépni, de a nagy részét továbbra is professzionális körbe tartjuk, tudnék célzottan működnek a készítményeink. Egyetlen egy példát mondok, ha betetszik fáradni egy drogériába és egy X márkával kér egy hidratáló krémet, akkor az eladó azt mondja, hogy tessék, itt van. Az Ilcsi esetében 28 féle hidratáló krém van, mert mi a vízhiánynak 28 változatát különböztetjük meg, tehát célzottan a probléma megoldására kapja a kedves vendég a krémeket. Ha valaki mégis mostanában, főleg jön a karácsony, Ilcsi termékhez szeretne jutni, hogyan teheti meg? Hát van a weboldala az Ilcsinek, az ilcsi.com, ahol külön van egy olyan rovat, hogy kozmetikust keresek, és az egész országra lebontva, a városokra, a megyére lebontva, hogyha bejuti a település, hogy hol keres Ilcsivel dolgozó kozmetikust, akkor ott van a teljes lista, tehát megtalálja hozzá a legközelebb eső kozmetikust, akinél nem pusztán hozzájut a készítményekhez, hanem kezelési tanácsokat is kap egyben. A mai előadását hogyan építi fel? Egyébként ma itt hozzá lehet-e jutni Ilcsi termékekhez? Nem, hát én nem foglalkozom ebben, és előre is elnézést kérek, ugyan majd most fog kiderülni a hallgatóságnál, hogy nem hoztam portékát, de én nem szeretek így dolgozni. Ha sikerül fölkeltenem az érdeklődést, sikerül egy megfelelő ajánlatot adnom, akkor az emberek majd úgyis utána néznek. Az előadásomnál pedig három fő vonalatot akarok majd bemutatni. Egyrészt a cégnek a történetét, másrészt a termékeknek a születését, és van egy harmadik veszőparipám, amit körülbelül 2 évvel ezelőtt tűztem az zászlómra, és nagyon örülök a kérdésének, hogy szeretném megtisztítani a piacot. Mert sajnos rengeteg kókler van. És ugye ez a fajta kóklerség, ez akár az élelmiszeriparban, akár a műszaki iparban, ugyanúgy a kozmetikai iparban is megvan, hogy szándékkal tesznek bele olyan dolgokat, akár az élelmiszereknél, akár mondjuk a kozmetikánál, és maradván a saját kaptafámnál, olyan anyagokat használnak, amik tudván tudott, hogy ártalmas. De egyszerűen az üzleti haszon miatt nem foglalkoznak vele, és én ezt szeretném alaposan kigyomlálni. Évzáró tartott a Dunaföldvári kajakkenu szakosztály. Laci bácsi, szomorúan hallottam, hogy visszavonulsz az aktív működéstől. Miért döntöttél így? Hát én is szomorú vagyok, meg kell mondanom. És most itt az évzáró gyűlésen, ugye elköszöntem a gyerekektől, de nem búcsúztam el végleg, mert szeretnék tovább a sportágnak segíteni, és a futódom, akinek átadtam a szakosztályt, azt továbbra is minden területen, hogyha esetleg kell helyettesíteni, szívesen megteszem, tehát így nem akarok elszakadni a Dunaföldvári kajakkenu szakosztálytól, mert valahogy a szívem benne van. Én alakítottam itt a Gyuri bácsival 11 évvel ezelőtt, és hát elég szép eredményeket értünk el. Ugye válogatott versenyzők lettek, meg világbajnokok, úgyhogy ilyen téren is. De ami a legjobban, hogy mondjam nekem, eredményeken kívül, hogy a gyerekekkel meg tudtam szeretetni itt a dunaföldvári gyerekekkel a sportágat, és most is eljöttek, ünnepeltek engem, ami nagyon jól esik. Mondod, hogy nem szakadsz el teljesen a szakosztálytól. Ez hogyan nyilvánul majd meg? Rendszeresen jársz, vagy pedig hát időnként csak? Hát már rendszeresen nem tudok, de ezt hagy mondjam el, hogy a szívem azért itt a Dunaföldvárra ide húz vissza, mert nagyon befogadtak engem, segítettek, amikor én elkezdtem, és én próbáltam én ezt úgy alakítani, csinálni, hogy meg is legyenek elégedve. Az életedből 11 év volt a Dunaföldvári kenu szakosztály. Összehasonlítva a korábbi évekkel, korábbi pályafutásoddal, mit jelentett neked ez a 11 év? Hát az a helyzet, hogy ez egy rendkívüli dolog volt, mert ahol én eddig dolgoztam, úgy, mint edző, úgy, mint vezető, ott tulajdonképpen már egy meglévő szakosztály volt.
Itt ez egy nagy kihívás volt, ahol még nem volt kajakkenu szakosztály, és itt megteremteni a semmiből egy olyan sportágat, ami úgymond, ha az országot viszonylatot nézzük, a legjobbak között van. Mi is részesei voltunk, és remélem, hogy ezután is azok leszünk, hogy a jó eredményeket tud a Dunaföldvári kajakkenus elérni. Mint ahogy mondtam előzőleg, hogy volt világbajnok, válogatott versenyzünk, és így folytathatnám tovább is. Hogyan látod a szakosztálynak a jövőjét? Hát én próbálom segíteni továbbra is, mert akinek átadtam a stafétabotot, azt az edzőt, és tulajdonképpen én neveltem, edző. Ő, mikor ide jöttem, 11 évvel ezelőtt hozta a fiát, és egész jó kenus lett belőle, és ott ő megszerette a Győrkös Anyi tulajdonképpen ezt a sportágat, és örülök neki, hogy most neki át tudom adni. Milyen volt a 2016-os év edzőszemmel? Edzőszemmel nagy kihívásokkal teli, igazándiból először voltunk Erzsébet táborban, illetve több versenyen voltunk, mint a tavalyi évben, és eredményesen, sikeresen, hál' Istennek vettük az akadályokat. Milyen versenyeken vettetek részt? Évadnyitó tornai, illetve évadzáró tornai. Voltunk a Dunafair kupán, sukorai versenyen voltunk egyen, illetve Dunavarsanyban voltunk, és emellett egy sárkány versenyen is Győrben, és hát mindenhol szép eredmények születtek. Melyik verseny volt a legeredményesebb, tehát te, mint edző, melyikre vagy a legbüszkébb? Ezt most nehéz kérdés, de talán a Dunavarsanyi. Nagyon szép környezetben van először is, meg is lepődtünk, de először voltunk, és hát ott egy nagyobb, komolyabb ellenfelekkel mérkőztünk meg. Sajnos mondjuk pont ott volt a probléma, hogy nem kerültek ki bolyát, és így nem lett eredmény. De amúgy jók voltak, mert az egy hatban benne voltak a gyerekek. Tavaly vetted át az edzői tevékenységet Laci bácsitól. Neked mi a legnagyobb kihívás? A legnagyobb kihívás az igazából a gyerekek megtartása. Hála Istennek azért akkor 18 fővel indultunk, és most 15-en vagyunk. Mindig, minden évben toborzok, és hát idén is, majd jövőre is, 17-ben is tervezek toborozni. Egy ilyen 20 fővel szeretném az edzéseket továbbvinni. Ez bőven elég is, igazán 20 gyerek a vizen nagy felelősség, és úgy gondolom, hogy ennél többet már segítség nélkül nem lehet megtenni. Ilyenkor téli időszakban mi a fő feladat? Hát téli időszakban most a gyerekek megtartása. Tehát ez a vízesport, ez olyan, hogy ilyenkor vége, behűl az idő, elmaradnak, és félő, hogy esetleg le is maradnak. Ilyenkor vannak a fizikai felkészülések a tavaszra, és hát februárban lesz nem sokára itt a szomszédságokban Pakson a fizikai felmérés, arra készülünk fel. Milyen távlatokba tudnak a gyerekek gondolkodni? Hiszen én azt gondolom, hogy eléggé nagy probléma, hogy amikor felnőnek, elvégzik az iskolákat, elmennek innen. Igen, ez a Dunaföldvár nem is erről szól. Tehát én olimpiai bajnokot soha nem fogok edzeni, sőt, még országos bajnokot sem hiszem. Ahhoz egy más egyesülethez kell menni, a feltételek sokkal komolyabban biztosítottak, mint itt nálunk. Mi nálunk inkább az edzés, illetve az evezések megszeretetése, a vize megszeretetése, ez a legfőbb cél, a gyerekeket elindítani, illetve amit a Laci bá is tett annak idején, és ezt szeretném, a gesztenyét a földből kikaparni, és ha valami csillog, akkor azt továbbadni. Mondd el, légy szíves, a legeredményesebb versenyzők nevét. A Tóth Gábort szeretném kiemelni. Ő, ha evez, akkor mindig eredményt hoz és szépet. Általában dobogon. Most volt neki egy első helyezése, és 10.000 méteren tavasszal nagyon jó volt. A Révisz Dominik és a Patrik, ők a legeredményesebbek. Ők PC2-ben indulnak, és négy versenyen indultak az idén, és mind a négyen dobogon végeztek. A Barta Lászlót tudnám kiemelni, aki felvette a Tóth Gáborral a versenyt, és nagyon szépen edz, és nagyon szorgalmasan teszi a dolgát. Gyuri, nézzük egy kicsit az egyesületet a számok tükrében. Mennyi gyerek jár most, és milyen korosztályok? Jelen pillanatban egy kezdő csoportunk van. A 15-20 fős fővel kezdtek, lemorzsolódás az mindig van. Ezen kívül van egy idősebb korosztály, ilyen 14-15 éves csapat, ők is 10-15 fővel vannak, és van egy idősebb, még idősebb korosztály, ez a 18, akik már
betöltötték a 18-at, és a 18 év felettiek, ők sárkányhajóznak. Hosszú évek tapasztalata alapján te mit javasolsz a szülőknek, mikor érdemes elkezdeni ezt a sportágat? Ezt a sportágat általában 8-10 éves korban érdemes elkezdeni. Aki időbe kezdi, annak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy eredményt is tudjon elérni, mert időbe megtanulnak úszni, időbe megtanulják az evezés technikának az alapjait, és akkor várható, hogy esetleg jobb eredményt érjenek el. Itt az évzáron beszéltél a szervezeti átalakulásról. Mi is ez tulajdonképpen, hogyan érinti a szakosztályt? A szakosztályok tulajdonképpen megszűntek, mint DST-je. Minden egyes szakosztály, amiről én tudok, már vagyunk már 4-5-6, akik beadtuk cégbírósághoz a papírokat, és önálló egyesületet hozunk létre. A mi egyesületünk is ebbe az évben már biztos, hogy bírósági úton működni fog. Hangsúlyozni kell, hogy a Dunaföldvári kajakkenu szakosztály nem létezne nélküled, az egyik fő támogató vagy. Vannak-e még támogatók, kik és milyen formában segítik az egyesületet? Az egyesületet anyagilag az önkormányzat segítségével működtetjük, így a kajakkenu szakosztály, mint a sárkányhajó klubot is az önkormányzat bizonyos szinten támogatja. Ez a, éppen csak arra elég, hogy vagyunk. Van időközönként a MKKSS, tehát a Magyar Kajakkenu Szövetségnek a támogatása, különböző pályázatokon nyerünk pénzt, így mondjuk a patronus programban, azon kívül van a létesítményi hozzájárulási program, és meg ezen kívül még a Rákóczi úti gyógyszertár segített bennünket, a Cargill segített bennünket, a egyéni vállalkozóként a Jenei és a Tóth Apuka. Tehát meg, amit én anyagilag hozzáteszek.